Március 29-ével elkezdődött Újpest közterületein a fák lemosó permetezése. Ami azért fontos, mert ezzel segítjük elő az ő egészséges fejlődésüket az év során. A lemosó permetezés nem ártalmas az emberekre, az állatokra, a használati tárgyakra sem, viszont kérjük a lakosságot arra, amikor az ő területükön, az ő élő környezetükben, a lakó környezetükben történik lemosó permetezés, azért például, például az erkélyükön lévő növényeket, fűszernövényeket vagy egyéb palán... Bentákat, ő, takarják le. A fagyok megszüntével rügypattanás után végzendő munka éjszaka zajlik. Ez leginkább a városi közlekedés miatt ö, történik így, illetve bizonyos mértékű hanghatással is jár, ezért kérjük a lakosság türelmét ebben az időszakban a szakemberek a koronákon dolgoznak majd. A leginkább akácfákat, platánokat, házfákat érint a lemosó permetezés. Egy kocsival a fáknak a lomkoronáját fogják a kollégák egy olajos szerrel, egy ártamaton olajos szerrel bepermetezni. Az érintett területek lakóit előre értesíti a cég. Kihelyez plakátokat, illetve telefonszámot is, amin keresztül ők tudnak érdeklődni esetleg a környezetükbe, illetve az időpontot, amikor az ő környezetükben, az ő lakókörnyezetükben megtörténik a lemosó permetezés. Így a lakosságot előre tájékoztatjuk arról, hogy náluk mikor várható lemosó permetezés az éjszaka folyamán. A várhatóan április 10-éig zajló munkákról az újpestiek természetesen a városgondokságot is kérdezhetik.